Zsolt ér vissza. És ezzel viszont elindulhat Gruber. És Gruber gyorsabb, mint Zsótér. Gruber rávezeti a kapusra, ott van Zahedi, leteszi a labdát, és végül is megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia a most beállt Slakver góljával. Zsótér kap egy sárga lapot még. Előre ment a Honvéd, dupla vagy semmit játszani. És Zsótér lerántani sem tudta Grubert, aki nagyon önzetlen volt, ketten kísérték a támadást, itt Zsótér labdáját visszateszik, és itt hát az, hogy miért van ekkora különbség két játékos gyorsasága között, az nyilván megfejtendő. Labda mögül érkezik Slakfer, és ezzel már Szappanos se tud mit csinálni. Még Klemenc kap egy sárgát a kispadon közben. Gruber nagyon önzetlen, Szappanos pedig teljesen kiszolgáltatott helyzetben.